Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, itt lennénk egy újabb overwatchos videóban. Ki fogjuk próbálni az új tankhőst, aki bejött a játékba, akit ki tudunk próbálni, aki majd csak a következő szezonnal jön. A Hazard karaktert. Itt is van. If you're in it with me, you're in it for life. F1 mindig először Hero Detail, szóval van a fegyverünk, a Bones Pure, oké, okay. Amivel ilyen tüskéket lövünk. Spy Guard, az gondolom egy nem az. Ja, a Spy Guard, avval védekezünk, aha, meg tudjuk magunkat védeni a jobb klikkel. Violent Leap, azt a Shift-tel csináljuk. Jó, Jacked Wall, tudunk falat felhúzni, hoppá. Passzív. Na jó. Tud mászni a karakter. Te jóságos ég. Már jól kezdődik. Kisebb falakat vagy izéket tudunk megmászni, de könyörgöm, tank, egy tank sem tud még ilyet, szóval ez már most korszakalkotó, szóval jó. És az ultimate-ünkkel, a Downpour, Pure, az pedig ott is ilyen tüskék vannak, és azok beleragad, vagy csak bele lesz. Megfogja az enemit, majd mindjárt megnézzük. Te Jézus Úristen, mi ez? Aha, ez ilyen shotgun-szerű, ahogy lő. Aha. Jó. Aha, ott írta a shift-tel, na várjatok. Jó. Hú, ja, de hát igen, kicsiket mászik, igen, nem úgy, mint például Hanzo, Kiriko vagy Genji, de felmászik, szóval Jézusom, ez mámos korszakalkotó, és ugye, aha, ezzel van a vérekezés, na majd mindjárt itt a robotokkal letesztelem. De várjatok már most. Aha, és így azok a kis tüskék őket is támadják, jó. Az a fal, ez érdekes, ahogy előjött. Jó? De? Na nézzük meg az ultit. Aha, és akkor így nem tudnak mozdulni, ilyen mauga-szerű, és akkor láttátok így a tüskés kristályok, vagy olyasmik, ott tartják őket. Hú, de érdekes a karakter, te jesszus úristen. Na jól van, az a porítsuk a szót, próbáljuk is ki élesbe, én azt mondom. Oké, és szóval már hozom is őt. Hát... Clash játékmódon belül lesz kipróbálva Hazard, de ez van. Szóval akkor. Most derül ki minden. Spameljétek a nót, nem tudom miért spameljük a nemet, de mindegy, spameljétek. Szóval... Lehet közelebb kéne maradnom hozzájuk. A fegyverem véget. Imádom a T-pózban csúszó aromatrákat. Így is jó. Próbálkozok, csak így elég nehéz. Maradjunk ennyibe, így elég nehéz. Így nem lehet. Tehát így nem lehet kipróbálni valakit, hogy ennyire nem lehet semmit csinálni. Szóval ez... Menjünk még egyet, ezt így nem lehet. Hát remélem, hogy most jobban tudunk járni, mint az előbb. Itt tényleg tudok egy kicsit érvényesülni az új karakterrel, mert ezt hagyjuk, ez siralmas volt így ebből a felhozatalra, szóval... Reméljük most jobb lesz, ha nem, akkor így jártam, de mindig legalább ki tudtam
próbálni, és megnéztük, hogy milyen, de úgy... Nagyon durva tényleg, hogy falon mászik meg minden jó ég, szóval... Jézusom. Na akkor próbáljuk meg még egyszer. Ezután még jobban járunk? Nem, nem, akkor ennyi. De úgy nagyon, nagyon fura a karakter, szóval tényleg, hogy... Hogy úgy unblock az egész, de... Ő is azt hozta. Az van. Csak megint az van, hogy mint az előbb nem tudok csinálni semmit. Hát én igyekszem. Hát ezt nem hiszem el. Hát tessék. Tehát négyen vannak rajtam. Mégis mit csináljak? Úgy őszintén. Semmit nem tudok csinálni. Semmit. Az ég agyat a világon, semmi. És ezt nem szeretem, meg ezt utálom ilyenkor, ki akarnád próbálni, és nem tudod normálisan. Mert mindig az van, hogy 26-an rajtad vannak, mint most is, kétszer egymás után. Szóval egyszerűen fergeteges, tényleg, hogy... Ilyen, komolyan mondok, ilyen nincs. Na már jön a mely ide, mert már dobzódhatnék, jó van. Na, kezdi. Kaptam megint csak. Más már fedben. Oké, elkaptam egy pár embert, nem sokat, de legalább elkaptam. Pozitív élményem már van. Engem már nem mérgel fel igazából, szóval amit akartam, azt ki tudtam próbálni, szóval ennyi. Ennyi. Ennyire futotta, szóval sajnálom, még egyszer, ennyire futotta, nem tudok mit csinálni. Világot így nem lehet megváltani, szóval ennyi. Ez van. Hát, nagyon szerintem ez legyen ennyi. Igazából a karakterre visszatérve nagyon fura, de... Most... Tényleg, bocs, de nem tudtam jobban kihozni ebből, szóval így, hogy egyszerűen nem hagynak érvényesülni, mert miért tennék azt. Ennyire futotta, de legalább a második meccs vége fele már egy kicsit jobb volt a helyzet, de tényleg csak egy nagyon keveset, szóval... Bocsi a gameplayért, ennyire futotta ez most, ez van. Köszönöm a figyelmet, egy kövő videóban majd találkozunk, addig is minden jót és sziasztok!